Csináljuk. Sziasztok, Matilda vagyok, és mint észrevettétek, változott a háttér. Megint. Most kipróbáljuk, hogy ez így működni fog-e. Mert akkor lehet vissza tudok jönni ide. Mert jelen pillanatban az asztalnál videózni elég macerás. Úgyhogy most próbálkozunk újra ezzel. Úgyis tudom, hogy mindenkinek ez jobban tetszett, meg én is jobban szerettem ezt a hátteret, de kellett némi variálás. A mai videó egy újabb nyereményjáték videó lesz. Szerintem a tavalyi évben nem is volt egyáltalán nyereményjátékom, viszont év végére elértük a 3000 feliratkozót, amit nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek, köszönöm a támogatást. Hú! 2018-ban indult el a csatorna, januárban, és most már 2 éve csinálom a YouTube-ot, és valamikor 2018 novemberében lett talán meg az első 1000, tehát ez azt jelenti, hogy 2019-ben majdnem 2000 új feliratkozóm lett, ami elképesztő, és főleg azért, mert igazából 2019-ben nem is volt annyira sok videóm, főleg év vége felé, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy velem vagytok, és ezt most egy nyereményjátékkal szeretném meghálálni, ha már így elértük a 3000-et. Főleg azután, ugye, hogy tavaly nem volt. 300-nál meg 1000-nél volt talán nyereményjátékom, úgyhogy akkor így bőven ideje van. Szóval ez nem lesz egy túl hosszú videó, ez egy ilyen kis rövid kell ezt így megünnepelni. Azt, hogy 2 éves lett a csatorna, hogy elértük a 3000 feliratkozót, és így mindent megünneplünk ezzel. És a új háttér! Hogy visszajöttem a könyvespolc elé. Szóval, tudom, hogy mindenkit amúgy is egy nyereményjáték részletei érdekelnek, úgyhogy jöjjenek azok. Hát akkor először mutatom a nyereményt. Az pedig nem más lesz, mint szokásos módon egy Csíkóaki-tűzben született csomag, vagyis a 4 már eddig kiadott könyvem egyben, így. Az egész sorozat eddig megjelent részei. A Futótűz, a Sárkánytűz, az Őrzőktűze és az Otthon tűze. Hogy ezt hogyan lehet megnyerni? Na most, az általános feltételeim azok mindig azok, hogy iratkozzatok, legyetek feliratkozva a csatornára, és hagyjatok egy kommentet a videó alatt. De most picit, tényleg nagyon kicsit fogok csak bonyolítani ezen az egészen. Azt hiszem, az 1000 feliratkozós nyereményjátéknál azt kértem tőletek, hogy írjátok meg, hogy melyik videó volt a kedvencetek. Most 3 nagyon egyszerű, tényleg nagyon egyszerű, pofon egyszerű kérdést kell megválaszolnatok. És a sorsolás az úgy fog kinézni, hogy egy random komment kiválasztós oldallal van egy ilyen algoritmus, az kiválaszt az adott videó alatti összes kommentből egyet. Azt fogom, mindig azt használom, most is azt fogom használni, és úgy fog kinézni, hogy amelyik kommentet kisorsolja, annál megnézem, hogy a kérdésekre jók-e a válaszok. Hogyha jó lett mind a 3 válasz, akkor az eredeti komment alatt fogok hagyni én majd egy kommentet, hogy akkor hogyan tudjuk lerendezni a postázást meg mindent. Szóval azt majd figyeljétek. És ez a videó kimegy most szerdán, vagyis január 8-án, és a jelentkezési határidő január 15-e, éjfél mondjuk. Azt nem tudom, hogy melyik videóban fogom tudni kihirdetni az eredményt, mert most konkrétan körülbelül felveszem 2 nap alatt a teljes havi videóadagot, hogy minden napra meglegyen, és akkor igazából csak megvágnom, meg feltöltögetnem kell őket. Szóval majd valamelyikbe valahova beszúrom, hogy ki lett a nyertes így hivatalosan is, de 15-éig van a határidő, hogy hagyjatok kommentet ez alatt a videó alatt a helyes válaszokkal. Ami azt jelenti, hogy én 15-én, 16-án körülbelül már kisorsolom a nyertest, és annak a kommentje alatt fogok hagyni egy választ. Tehát azt figyeljétek, aztán majd valamikor a hivatalos eredményhirdetés is meg lesz. De addigra már lehet, hogy a könyveket el tudom küldeni. Megpróbálom a 18-ai videóba belepréselni az eredményhirdetést, nem ígérek semmit. Tényleg majd valamikor meg lesz oldva. És akkor, most már tudjátok a feltételeket, tehát feliratkozás, komment,
lájkoljátok a videót, azt kihagytam majdnem. A komment akkor érvényes, hogyha benne van a három helyes válasz. Ha pedig más komment jön ki, mert mondjuk valaki kommentel olyat, ami nem tartalmazza egyáltalán a három válasz, se jót, se rosszat, csak valami random komment, így az egészre, bármire irányultam, hogyha véletlen az jön neki a random generátorral, az nem számít ugyanúgy. Igen, szóval a három választ kell megadni, és akit kiválaszt a generátor, az lesz a nyertes. A három kérdés pedig, elmondom most is, meg beleteszem a leírásba is, hogy biztos mindenki megtalálja, ugyanúgy a részletekkel együtt, a következő három kérdés. Első, melyik országokról készült Barangolás Európában rész eddig? A második kérdés az, hogy eddig hány könyvespolc túrát tartottam. A harmadik kérdés pedig az, hogy melyik írótól van a legtöbb könyvem. Roppant egyszerű kérdések, főleg, hogyha valaki egy picit több ideje nézi a csatornát, mint mondjuk egy nap, és mondjuk látott már mondjuk 5 videót tőlem, mondjuk inkább a régebbiek közül, főleg itt a könyvespolc előtt elég könnyű az egyik kérdést megválaszolni. Úgyhogy, hajrá! Azt hiszem mindent elmondtam, amit akartam, ha nem mondtam volna el mindent, a leírást azért olvassátok el, mert abban még egyszer beleírom átláthatóan az összes fontos részletet. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy továbbra is velem tart, és továbbra is igyekszem gyártani a videókat, tartani a szintet, és minimum majd, amikor megint kezdődik a szorgalmi időszak, legalább a heti egyet tartani, mert azt azért szeretném, aztán amikor persze több időm van, akkor majd igyekszek, mint most januárban is, a heti többet, ahogy régen is volt, visszahozni, és nagyon szépen köszönöm. Még egyszer. Ez a kis csomag pedig már izgatottan várja, hogy kihez fog kerülni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, meg ha nem, és szeretnétek egyébként megnyerni a könyveket, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!